arról árulkodik, hogy együtt van a két testvér gyülekezet. Hadd köszöntsem ebből az alkalomból Szilvár Sári testvéreinket és barátainkat, akik eljöttek hozzánk, és köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, hiszen ez a meghívás hosszú éveken keresztül él és működik, községen keresztül, egyházakon keresztül, az öregfiúk csapatán keresztül, és ezért jó, hogy ez a kapcsolat 25 év után is van, mit mondjon nekünk. Ránci Attila szolgatársamat és testvéremet, Szilvásának a gyülekezetnek a lelkipásztorát, és hadd köszöntsem azokat, akik őt elkísérték, kedves régi barátaink és testvéreink, akik eljöttek. És hadd köszöntsem azokat, akik gyülekezetünkből, esetleg máshonnan érkeztek, hadd köszöntsem szeretettel és tisztettel községünk egykori tisztelvei polgármesterurát, Liszt Pálmat keres nevével, aki valójában ezzel kapcsolatban nagyon sokat fáradozott annak idején is, és itt van most is közöttünk, örülünk neki. Kezdjük hát a mi közös Isten tiszteletünket, Istenünk nevének a magasztalásával, és énekeljük kedves testvérem a 162. számú dicséretnek első és második versét. A 162. számú dicséretnek első és második versét énekeljük, melynek első verse így kezdődik, Imbé jöttünk nagy örömben.
hallgatólag tovább hallgatjuk Úrunkat, Istenünket. Énekel a 264-es számú dicséretnek első három versét. A 264-es számú dicséretnek énekeljük az első három versét, melynek első vers így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős király. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek az igéjét. Pál Efézus beliekhez írott leveléből az 5. fejezet első 14 versét olvasom. Figyelemmel hallgassuk és kövessük hitünk épülésére és erősítésére. Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetének első 14 versét helyünket elfoglalva és figyelemmel hallgatjuk. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermek. S járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves jó illatú. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undogság, vagy bolondbeszéd, vagy trágárság,
melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy parázának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban, valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezeket pedig megfedetvén is a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, s felragyog te néked a Krisztus. Eddig a megnevezett helyen Istennek élő szent igéje. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked hálás szívvel, hogy e mai napon különleges ünnepi alkalmon lehetünk együtt. Azért, mert tetszett neked, hogy ilyen nagy távolságban is Krisztusban lehessünk együtt, hallgassunk téged, és valóban megfogadjuk, amit te szívünkre helyezel, kérjük a te lelked munkálkodását, azért, hogy nem újjon el hiába vele töltött idő. Nyisd meg a szívünket, és nyisd meg az értelmünket, és adj bátorságot a megcselekvésre. Köszönjük neked, Úrunk, hogy idehoztál bennünket, és megtartottál az úton. Köszönjük, hogy találkozhatunk itt a testvérekkel, és együtt lehetünk a mai napon, és megszenteljhetjük ezt a napot. Add, hogy valóban öröm, boldogság és békesség legyen ennek a napnak a jellemzője, nem csak itt a közösségben, hanem otthon a családban is. Így kérünk téged, Úrunk, hogy hadd tudjuk hazavinni azokat az áldásokat, amelyeket itt kapunk tőled. Hogy valóban meglássák a gyermekeink, férjünk és feleségünk, hogy mi te hozzád tartozunk és téged követünk. És így áldást érjen ránk, te rád pedig dicsőség. Köszönjük neked, hogy élő Úr vagy és élőképpen akarsz templommá, Szentlélek templommá formálni bennünket. Hadd engedjük és valljuk meg előtted bűneinket, valljuk meg, hogy olyan sokszor alkalmatlanok voltunk a te szolgálatodra, valljuk meg azt, hogy sokszor bennünk volt mindaz, ami utálatos te előtted, de oda visszük most Krisztus kiontatott szent véréért, bűnbocsánatért, mert kegyelmesen fordulsz mi hozzá. És kérünk téged, hogy hallgass meg minket, és add a te ígédet ma, tudjuk, hogy a te ígéd igazság. Amen. Foglaljuk el önket, testvérek! 170. számú éneket fogjuk énekelni, és készülünk az ige hallgatására. Thank you.
Istennek az igét olvasom, és róla bizonyságot teszek. Pál Efézusbeliekhez írott leveléből az 5. fejezet első 2 versét szeretnék felolvasni. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. S járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta mérettünk ajándékul. És áldozatul az Istennek kedves, jó illatú. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra azért furcsa itt állni, mert úgy hallom, hogy nincsen vízhang. Megszoktam Szilvásváradon, hogy nagyon kell figyelnem arra, hogy amit mondok, az maga fizikai valóságába is eljusson a fülekig. Hát még a lelki valóságáról nem is beszélve. Remélem lehet hallani, egy bólogatással tessenek már mondani, hogy mindenhol eljut a hangom, vagy így próbálkozunk. Legyünk együtt ma, halljuk az Isten igéjét, ez nagyon fontos, mert egyébként mi értelme lenne az együttlétnek. Köszöntök mindenkit, majd végül pár gondolatot azért szeretnék mondani az itt tartózkodásunk és a meghívás elfogadásával kapcsolatban. De ma Pál Efézusbeliekhez írott levelének egy nagyon érdekes, gyakorlati részét hoztam el. Azt is mondhatnánk kérdésként, hogy ki a keresztény. Ugye mi protestánsok talán tudjuk, hogy ezt a szót használjuk, hogy keresztjén. Katolikus testvérek meg kereszténynek mondják. Ki a keresztény? Vagy ki a keresztény? Mindegy. Az, aki mondja magáról, sokszor azt látjuk, hogy az legtöbbször nem úgy van. Érdekes az a Facebook nevezetű találmány. Tudom, hogy itt vannak idősebb testvérek, de hát az unokát látták már, hogy kapcsolgatja a telefont. Sokszor vannak ilyen viták, pont erről a szóról, hogy akkor most akkor ez micsoda? Ki tartja magát kereszténynek? Az, aki fennhangon hirdet és beszél róla, és próbálja megvédeni a keresztényeket, vagy valami többet jelent ez? Az, aki a templomban ül vasárnaponként, és hallgatja az Isten igéjét, hogy egyik kedves szolgatársam szokta mondani, koptatjuk a padokat, vagy ennél több? Hogy ahogy az egyik gyerek mondta, mikor hazaért, és azt mondta, hogy én nagyon szerettem a vasárnapi apukámat, mert olyan kedves. Mosolygós, amikor a templomból hazamegy, de jaj, mi van este? Akkor megmutatkozik egy másik énje. Keresztény. Mi ez a szó? Mai istentiszteletnek a címe keresztény hívő élet a gyakorlatban. Nem az elmélet szintjén, a gondolat szintjén, hanem a gyakorlatban. Még akkor is, ha ez konfliktusokkal jár. Még akkor is, ha ez mondjuk a világnak nem tetszik. Mit jelent ez? Hogyan kell, ez az Efézusi levél nagyon érdekes, mert innentől kezdve a 4. fejezettől körülbelül az első 3-ban arról van szó, csak így nagy vonalakban, hogy miben kell és hogy kell hinni. És utána pedig arról van szó, hogy az a gyakorlatban hogyan kell gondolkodni, hogyan kell cselekedni, milyen a hívő élet. Mert nagyon sokan megrekednek az elmélet szintjén. És itt jön elő rögtön az első versnek egy nagyon érdekes megfogalmazása Pál apostolon keresztül, hiszem és vallom, hogy Istentől ikletett a teljes írás. Azt mondja, legyetek annak okáért követői az Istennek. Nem tudom, felfigyeltünk, hogy nem azt mondja, hogy hallgatói az Istennek, hanem követői az Istennek. Hát amikor megnyitjuk egy könyvet, teológiai könyvet, vagy bármilyen könyvet, sokszor arról értekeznek, kezembe szoktam venni Calvin Jánosnak a magyarázatait, most az apostolok cselekedetén írott könyv magyarázatát, hosszasan taglal egy dolgot.
Elmélkedik az igén. Nagyon jó egyébként, csak nehéz olvasni. Hogyan kell értelmezni? Hogyan kell megnyitni az igét? Hát nem elég Istenben hinni, nem elég őt hallgatni? Miért nem azt mondja a Pál apostol, legyetek, higgyetek azért az Istenben? Ezt szoktuk hallani. Azt mondja, legyetek követői az Istennek. Hogyan lehet követni Istent? Gyermekeimnek ez óriási problémája. Na jó, apa, Jézus, de hol van? Miért nem látjuk? Hogy lehet valakit úgy követni, hogy nem látjuk? Isten lélek, szellem, mindegy, hogy mondom most. Azt mondja az ige, lélekben és igazságban kell imádni az Isten, de hogy lehet őt követni? Az a követés, hogy hallgatjuk, hogy ő mit mond az ige hirdetésen keresztül, az követést jelent? Ennyi lenne csupán. Akkor meg szeretném kérdezni, mi különbség van a többi világvallás és a kereszténység között. Akkor gyakorlatilag semmi nincs. Tanításokat bármelyik nagy világvallás képviselőitől lehet hallani. Magában kevés. Hogy lehet követni Istent? És itt jön elő az Istennek a szeretete. Úgy lehet követni Istent, hogy Isten gondoskodott az ő követéséről. Elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust erre a földre. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, megjelent Isten testben. Fizikai, valóságos testben Isten eljött közénk. És ahogy Jézus közöttünk élt, gondolkodott, cselekedett, az tulajdonképpen egy üzenet. Az ő követésének az üzenete. Mondja az Úr, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Meg benne lakozik az Istenség teljesség. Ezek igék, ezeket mondjuk jó tudni. Tehát amikor Jézust nézzük, az Istent látjuk. Amikor Isten követéséről van szó, akkor Jézus követéséről van szó, hiszen a kettő ugyanaz. És ebben Isten megkönnyítette a mi dolgunkat, testvérek. Jézus emberi testben volt, Isten ember volt együtt, és éppen ezért, amikor őt elkezdjük olvasni az evangéliumot, elkezdjük vizsgálni, hogy hogyan és mikor, mit cselekedett, hogyan viselkedett, akkor ez segítség nekünk a követésében. És majd még beszélek erről, hogy ez még csupán kevés lenne, mert a saját erőben nem lehet megtenni. Nem lehet megtenni. Egyszer Biatorbágyon valaki, aki csendes héten volt, és hallgatta végig Tamást, nagyon tetszett neki Tamásnak az egyedi stílusa, volt az evangelizációs alkalman egyszer, nem tudom, testvérek voltak akkor, nem emlékszem már. Voltak, akkor tudjuk, kiről beszél. És azt mondta, felkiáltott, hát én ezt meg tudom csinálni. Mosolyogva. És azt mondta neki Tamás, hogy te leszel az első ember, aki ezt meg tudná csinálni, de nem tudod. Nem megy egyedül. Segítségre van szükségünk, és ebben Isten az ő lelkét küldte el. És amikor a lelke birtokba vesz bennünket, amikor elkezd munkálkodni a szívünkből, akkor Krisztushoz hasonló dolgokat tudunk tenni. Ez a keresztény szó egyébként. Krisztus forma. Krisztushoz hasonló. Egyedül nem fog menni. Hittalmas gyerekeknek szoktam mondani, megbocsátani meg tudsz a határig. Odáig megy. Határon túli megbocsátás. Határon túli irgalmasság. Erről az irgalmasságról beszélt Jézus az irgalmas samaritánus történetében. Mert a határ, a samaritánus és zsidó kapcsolat volt a határ. Utálták egymást ez a két nép. Ismerős biztos ez. Ugye határon túli irgalmasság, határon túli szeretet, határon túli kegyelem, ez nem megy egyedül. És nagyon sokszor azt látom, testvérek, hogy mi emberek embereket akarunk követni, nem Isten. Embereket.
emberi példaképeket választunk, embereket szeretünk sztárolni, van erre egy másik szó, azt nem fogom használni. Felnézzünk rájuk. Gyerekek olyanok akarnak lenni, mint ő. Sokszor átveszik a viselkedésüket, beszédstílusukat, és követni akarják az embereket. És testvérek, van ennek egy kiábrálító része, de mikor ezeket az embereket az illető elkezdik követni, és azt gondolja, hogy ez egy ideális, ez egy tökéletes ember, bár ilyen nincsen, mert Jézus volt tökéletes egyedül. De ő annak tartja, azért példakép. És aztán jön a kiábrándító felismerés. Mert meglátja, hogy benne is vannak gyarlóságok. Ő benne is lehet csalódni. Mert azt mondja az ige, aki emberekbe veti a bizodalmát, hát az nem sokat ér. És a csalódás az összerombolja az egész. Hát manapság azt látjuk, hogy az emberek a politikai vezetőkben csalódnak. Higgyék el, felnéztek rájuk egyszer. Testvérek, én egyszer elmentem egy ilyen megtévedésbe, egy ilyen politikai gyűlésre. Elmondom én ezt itt, jó? Fú, ennyi buzgó embert, Krisztus ügyének, de jó lenne megnyerni. Ott szinte már habzó szájjal szitták a másik oldalt. Meg mit kérte? Idős testvérek. El tudtak menni. Sokszor problémát jelent, hogy elmenjenek az Isten tiszteletre, ott tudtak lenni. És úgy felnéztek, látom, és úgy csodálták az illetőt, hallgatták, tele volt a terem, testvérek. Két gyülekezet nem tudtuk megtölteni ezt a templom. Tele volt, sokkal nagyobb helység, mindenki figyelt. És azt vettem észre, hogy jöttek az információk, hogy ezt csinálta, meg azt csinálta. Nem mondom ki, nem írni ide. Tudjuk. És akkor hú meg hát. Hát nem is gondoltam volna. Hát eddig hol értél? Hát mit gondoltál? Ez egy ember. Még ráadásul hitetlen is, mit vársz tőle? Add dolgokat. Példakép. Vigyázzunk. Még az egyházon belül is van a problémák, a reformáció ünnep lesz jövőre. Tudjuk, mi egy irányba vagyunk, ugye Calvin Genf irányzathoz tartozunk. Csodálatos könyveket írt Calvin, csodálatosokat. Nehéz olvasni, de rettentően mély. Ragyogó elme, mindenki ezt mondja róla. És van egy pillanat, testvérek, amikor egy Szervét Mihály nevezű ember bement a templomba, hogy meghallgassa Calvint, és végig mosolygott az Isten tiszteletet. Tudják, milyen zavaró ez? Volt egy konfirmátusok pont abban a korban vannak, amikor nem kéne konfirmálniuk, 13 évesek. Ők is hajlamosak voltak mosolyogni. Idegesítő. Na most Szervét Mihály mosolygott végig, Calvin felhúzta magát, ez a példakép, és a legközelebbi alkalommal pedig igencsak keresztbe tett neki. Erre vita van, hogy most közel volt a halálához, vagy nem, de felbosszantotta. Még ezek a egyházi példaképekkel is vigyáznunk kell. Lelkészekre fel tudnak nézni. Budapesten testvérek úgy mennek templomba reformátusok, hogy vannak sztár prédikátorok, nem tartják annak magukat, de azok. És akkor úgy mentódulnak az emberek, és akkor jönnek az információk, hogy ez történt. Ismertem, hogy egész csodálatos igényítéseket tartott. Én elbújjuk mellette, és kiderült, hogy elvált. És a többött templomokból a végén lett egy kis gyülekezet, és a végén elküldték a lelkész. A példakép. Ne embereket kövessünk. Ne emberekre nézzük fel. Nem jelenti, hogy ne adjuk meg a tiszteletet, azt szeretném aláhozni. Tiszteletet meg kell adni. A ötödik parancsolat ebben az értelemben a felsőbbséggel való kapcsolatot is jelenti, de azért ne gondoljuk őket csatlakozhatatlannak. Mi reformátusok néha pápákat alkotunk magunknak. Csatlakozhatatlan egyházi, sőt még sokszor politikai vezető is, ha kiderül, hogy református. Hú meg há. És akkor felnézek rám, mert bevezett a hittam. És akkor mi van? Ettől függ az üdvösség a gyereknek? Hát elmondanám, a szülők és keresztszülőkön múlik minden. Nem azon a 45 percen. Nem azon a 45 percen, azon sok minden.
emberi példaképek. És azt mondja az ige, hogy Istent kövessétek, Jézus kövessétek. Jézusban nem lehet csalódni, testvérek. Van, aki elkezdte kutatni, hogy hol lett a hiba Jézus életében, és a végén megtért. Nem egy ilyen történetet olvasunk. Napokban kapcsoltam be a tévét, véletlenül Ben Hur című könyvfeldolgozás filmváltozata. Hát az író pont így jutott el, hogy megírja ezt a csodálatos regényt. Hogy ő most megnézi, hogy ebben mi a hazugság, elkezdte kutatni a Bibliát. Hogy az hindu guru, aki szintén kezébe került a Biblia, és azt mondta, hogy most már megnézem, hogy ebben mi, ez most Isten szól, vagy nem, neki ez problémája volt. Azt mondta, felmegyek a hegyre, és addig nem jövök le, míg ezt az Istent, aki a Bibliában van, meg nem ismerem. Fel volt 3 hónapig a hegyen. Olvasta éjjel-nappal az Isten igéjét, imádkozott az Istenhez, Isten megnyitotta neki, és megtérve jött le. És azt mondta, csak az az Isten, aki a Biblián keresztül és az ő fiában szólít meg bennünket, nincs más, mondta ez az ember. És elkezdte követni Jézust. Követni Jézust egyet jelent figyelni rá, és csinálni, amit ő csinál. Hasonlóan, mint ő. Van egy énekünk, biztos ismerjük. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos és szerint. Énekeljük. Szeretnék lenni. Ez azért, mert szeretnénk követni őt. Alázatos szerint. De kár, hogy csak az ének versben nyilvánul ez meg sokszor. A valóságban nem. Ha nem akarunk tehát elméletiek lenni, hanem gyakorlatiak, akkor bizony Krisztus kell kérnünk, nélküle nem megy, az ő követése csak ő vele együtt megy, és lélek által. Szentlélek munkája által Jézus követése lehetetlen. Az a vallásoskodás lesz. És az inkább taszító. És aztán elmondja, hosszabb részben felolvastam a lekcióban, hogy mit jelent, ha valaki Istent követi a gyakorlati életben. És beszél az ösztön életről. Az első, amit megemlít, az a paráznaság. Az eredeti szó így hangzik, porneo. Ez az eredeti szó, ez a paráznaság görög szava. Eredetileg ez a szó azt jelentette, hogy a rabszolgát, amikor megvásárolták a piacon, a rabszolgatartó társadalomban, akkor a ura azt csináltott vele, amit akart. Kihasználta a rabszolgát. Testileg, lelkileg, minden szempontból. A szó tehát az eredeti porneó szó azt jelenti, hogy visszaélni a rabszolga testével. Használni valakit nem úgy, mint embert, hanem mint tárgyat. Így tanítják a történetben, hogy tárgy is eszközé vált a rabszolga. És itt szeretnék egy kicsit tovább mutatni ezt szó tekintetében annál, amit mi általában ez alatt szoktunk érteni, és leredukáljuk a szexualitás területére, ez több annál. Amikor a másikat én nem embernek tekintem, hanem eszköznek, tárgynak, sokszor a céljaim elérése érdekében. És akkor rögtön beugrik nekünk a kíméletlen főnök, aki úgy gondolja, csalkozhatatlan, aki nem néz ember számba az illetőt, és aztán alkotunk fogalmakat, modern rabszolgaság, stb. Kihasználni a másikat, ezt jelenti a szó eredetileg. Kihasználni valakit, és ilyen értelemben, ha benne van a kihasználás szó, akkor nincs benne a szeretet. Szeretet nélkül kihasználni. Amikor egy alkalmazott pénzcsinálógép, egy statisztika,
Nemrég valaki elhunyt, meghalt, elhívta az úr, egy nagy multinál dolgozott, főnöknek egy dolog jutott eszébe, vegyétek le a névjegytáblát az ajtóról. Ennyi. Na ez a szó eszélt, kihasználni. Ha már nincs, akkor meg gyorsan megszabadulni tőle. Üzleti életben, de akár a családi életben is kihasználni másikat. Amikor a feleséget egy mosogatógépnek nézzük, a háztartásbelinek, férfiak rá szokott ezért lenni. Azért van, hogy takarítson, mosson. Akkor karázlóság. Vagy fordítva, a férj azért van, hogy pénzt keressen minél többet, és akkor rendben van, akkor igazi jó férj. Egyébként meg senki. Ebben az értelemben vajon hogyan állunk? Mi van velünk? Voltam legációban, már régen volt. Az időt se tudom, 96-6-ban. Egyik lelkész az, aki éppen polgármester is volt. Nem tudom, miért engedik meg, de így van nálunk. Lelkész polgármester. Nem tudom, kicsoda valójában, az mindig kérdőszámban, mert kettőt együtt nem lehet csinálni. Megérkeztem, sok gyermeke volt. Testvére ritka az ilyen, örülök neki. Nem emlékszem pontosan, de legalább 10 volt. 10 gyerekész volt. Szépen kiöltözve, fiatalosan, Délcegen megállt a polgármester lelkész, köszöntötte a legátost, én mint zöldfülű elsős vagy másodikos lettem, örültem, hogy egyáltalán valaki rám mosolyog. Megérkeztem, új nagy család, mindig is vágytam, nekem is 4 gyermekem van, de szerettem volna mindig, az úr meg is adta nekem a sok gyermeket. Megérkeztünk ebéd. És volt ott egy ilyen görnyet asszony, alig volt foga. Járkált, kelt. Én azt hittem valakinek, nagymama jött el biztos segíteni, mert hát én is még pluszba bejöttem a képbe. Hát még jó, hogy nem. Szóltam a mamának. Tudják, ki volt testvér? Én mondja valaki. A feleség. Úgy nézett ki, mintha az én nagymama akkor jó, különben nőzett ki. A maga TSS múltjával, a munkabírásával. Úgy nézett ki, mint egy 75 éves nő, a férfi 50 volt. Hát mondaná, nem lehet igaz. Éjnappal át dolgozott, hogy a férje polgármester és lelkészi álláshoz asszisztálja. Nem a polgármestereket bántam, hogy félre értsük, jó? Nem erről van szó. Értjük? Hát úgy elgondolkoztam, jaj, uram, csak így ne. Parázmoság. Elgondolkodható dolgokat lehet, akár üzleti életből is lehetne hozni, aki a főnök a beosztatóival bánik. Nem érdekli, hogy családja van, ő kitalál valamit, akkor azt meg kell csinálni. Hát ez van, ezt úgy hívják, ott kapitalizmus, a Biblia meg azt mondja róla paráznoság. De azt mondja, hogy ha ti Isten követői vagytok, akkor legalább ti ne gondolkozzatok így. Vagy ez egy lakmuszpapír akár, hogy most miről van szó? Milyen sokszor szeretjük magunkat kiszolgáltatni, holott azt mondja Jézus, hogy aki nagyobb akar lenni köztetek, az legyen a szolga kategóriában. És én is néha, amikor hazamegyek, majd most este látom, hogy hazamegyek fáradtan, hogy néha jól esik, hogy a feleségem körül, de nem. Mennyire oda kell, fél, mennyire nincs kifogás. Szolgálni, nem kiszolgáltatni magam. Szolgálni. Majd ott van a másik terület, már erről sokat beszéltem, a nyelv területe, és azt mondják a testvérek, hát itt azért aki a templomba jár, nem káromkodik. Jó dolog. Nagyon tönkretettük ezt a szép magyar nyelvet, Murka megsértődött a gyerek apja, hittem, hogy én
Én hogy beszélek én ilyen magyar nyelven, csúnya, azt mondom, csúnya magyar. Felháborodott. Nagy ember volt, felháborodott. Mondom, figyeltél egyáltalán, amit mondtam? Hát nem. Csúnyán beszélünk. Trágárul, itt mondja. Azért olvastam kármifolytást, mert jobban visszaadja. Trágár. Gusztustalan. Romboljuk ezt a szép nyelvet. De ebből sokkal többről van szó, mert ez bennünket nem érint, hanem az ostoba, hiába való beszél. Amikor valamit egy mondattal el lehetne mondani, és elkezdünk kis előadást tartani. És feltartjuk a másikat, raboljuk az idejét. Emlékszem, egyik professzor azt mondta, hogy én annyit tudok beszélni gyerekek, vagy diákok, mindegy, minek szólított, már nem emlékszem, hogy én a kilincsről, az ajtókilincsről 40 percig folyamatosan tudnék beszélni. Elhiszem. Nem az a lényeg, hanem mi, amikor akarunk mondani valamit, miért kell 60 percen keresztül taglani ugyanazt? Ennyi politikus van ebben az ország? A semmiről lehet sokat beszélni. Ahogy érzem magam néha, amikor délelőtt bemegyek egyik bevásárlóközpontba, mennyi lelkész van Magyarországon, nem mindenki délelőtt ér rá, vagy bevásárol. Nem dolgozik senki. De még vasárnapon a szolgálat. Az ostoba üres beszéd. És itt van egy nagyon érdekes dolog, mert ez sokkal többet jelent, ugyanis voltak gnosztikusok, ezek ma is vannak egyébként, csak másképpen nevezik őket, akik azt mondták, hogy a szellem, a lélek már olyan magas szinten, hogy mindegy, hogy mit csinálsz. Már eljutottam a magas szintre, nagyon sok vallás követi ezt egyébként áttételesen, mindegy, hogy mit csinálsz. A hétköznapokban. Sokszor azok, akik létrehoztak valamit, vagy többre vitték a társadalomban, beosztásban is nagy dolgokat tettek le, azt mondják, hogy én ezt megtehetem. De még valaki azt mondta, ez a üres beszéd és felesleges beszéd, azt mondja, kérdezte, hogy adna-e valakinek rászóló pénzt, azt mondja, senkinek. Mert úgy ő sem kapott senkitől se. És azt mondta, hogy én ezt kimondhatom, mert megtehetem, mondta ő. Megtehetem, hogy ilyet mondjak. És tényleg megtehetem, volt felháborodás. Volt, aki mondott valamit, aztán leváltották, de ő nem. És csodálkozott az illető rajta. Nem igaz. Fontos, mit mondunk, mit cselekszünk, hogy a testben milyen lélek van, az nem mindegy. És innen megy tovább, azt mondja, nyerészkedés, kapzsiság. Nyerészkedés, kapzsiság. Azt mondja, hogy ha ti követitek, ezek szóba se kerülhetnek. Se az üres beszéd, se a paráznaság a szó ebben az értelmében, se a kapzsiság. Először egy ilyen szó szívásában hallottam, még azért komolyan mondom, nem lehet, hogy az én tudatlanságom, biztos vagyok benne harácsolom. Először ezt ott hallottam szívásában. Nem tudtam. Persze rögtön azonosították ezt a szót valakivel ott a faluban. Van a pillanatban. Nyerészkedés, kapzsiság. Mit jelent? Mielőtt még mindenki tiltakozni is azt mondaná, hogy hát ő nem a pénz irányítja, mert ez a pénz eszköz, ezt úgy megtanultuk. És vegyük tudomásul, hogy ez azért az én életemben nincs itt. Csak van a világnak egy pénzszámítási módja, meg van Istennek. És Istennek, testvérek, Istennek fordított módon van számítása. Megmondom, mit jelent ez. Ha többet adunk, ki a kezünkből többet kapunk. Világban az, ha többet adsz, kevesebb marad. Matematikai nemben bizonyítani. Isten azt mondja, ha többet adsz, több lesz neked. Ez hogy lehetséges? Amikor szorzunk és összeadunk, akkor Isten kivesz a kezünkből. Ez a nyerészkedés, parácsolás, mindent számítunk, mindent pénzzel számítunk ki. Sokszor megvan ez bennünk,
hogy minden pénzzel akarunk kifejezni. Akkor házaspárok jönnek hozzánk, mindig ilyen szemtelen vagyok ilyen felkészítés során. Megmondom őszintén. Megkérdezem, hány gyereket szeretnének. 4 szem közt. Hát ők jöttek ide, bírják a csapást, nem? Azt mondja, hát amennyit megengedhetünk magunknak. Mondom, már szorzunkoztunk? Akkor elindulunk beszélgetésre, hogy akkor a gyerek az most ki vagy mi? Milyen státuszban van a gyerek a gondolkodásotokban? Pénz státuszában? Itt az egyik sorozatban, aki emlékszem, humoros sorozat volt, mondta a fiú, hogy most már apa önállósodni szeretnék, itt hagyom a házat. Az apja megörült, semmi baj, fiam, összeszámoltam idáig, mennyivel tartozom. És tényleg vezetett egy füzetet, felírta, ezt vettem, azt vettem, vicces persze, csak viccből mondjuk meg az igazat. És a végén magához vett egy ilyen italt, és akkor elővette, most már nem ilyen időket élünk, és ilyen vonalkút leolvasom, aláolvast, akkor ezt is hozzáírom. Most, ha kifizetted, mehetsz. És volt, aki kiszámolta, a gyerek 2 éves koráig körülbelül 1 millió forintba kerül. Volt, aki ezt kiszámolta. Hát megdöbbentő. De Isten ilyenkor kivesz. És elkezdünk osztani, elkezdünk adni, akkor Isten elkezd gazdagítani bennünket furcsa módon, elképzelhetetlen módon. És ez mindig így működik. Nem tudom, próbálta már valaki. Mert az özvegyasszony 2 fillérje így működött, tudta, hogy ad az Isten neki. Ő azt mondja, a többiek a feleslegükből adtak, ő meg mindenét oda adta. És erre mondja, na nézzétek. És aztán tanít Jézus sok minden mások. Malakiás könyvében van egy ige, mindig elgondolkozok rajta. 3. fejezetben talán sokan ismerik. Hozzátokba raktárba az egész tizedet. Hadd legyen ereség a házamba. Itt jön egy érdekes. Így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, következmény, hogy megnyitom az ég csatornáit és bőséges áldást árasztok rátok. Hozzátok be, és megnyílik az ég csatorna. Ha nem visszük be, nem nyílik meg az ég csatorna. Így működik nála. És ami ezen felül van, testvérek, vagy ezen kívül van, az meg a kapzsiság. Nem kell úgy nyerészkerülnek és kapzsinak lenni, hogy minden pénzen közelítünk meg, nem kell úgy nyerészkerülni és kapzsinak lenni, hogy úgy gondoljuk, hogy csak akkor segítek, ha viszont kapom, elég, ha nem adjuk meg az Úrnak, ami az övé. És azt már ő ebben a kategóriáson el. És amikor meglépjük a hit nagy lépését, elkezdünk gazdagodni. Mindig elgondolkoztam azon, hogy a baptistáknál hogy működik az, hogy 20 mindent fenntartanak. 20. Nem 120, 320, meg 260, 20. Komolyan veszik az igét. És vannak imaházaik, és vannak, minden rendben van, mert adni akar. Nem azért, hogy az ő egója nőjön, mert van ilyen is, hanem titokban. Mert tudja, ti mennyei atyátok, mondja az ige. Nem marad adós az Isten. Tudják, testvérek, miért nem marad adós? Mert a legdrágábbat nekünk adta az ő fiában, Jézus Krisztusban. Minden nekünk adott. Erre mondja Jézus, hogy hogy ne adnál még kevesebbet? Miért gondoljuk, hogy nem gondoskodik rólunk az Úr? Miért gondoljuk, hogy a mi kezünk van a gyermekeink és az unokáink jövője, és senki más nem tud ebben előrébb jutni? Miért gondoljuk ezt? Próbáljatok meg engem, tegyetek próbára engem, mondja Malakiás könyvében az Úr. Tegyetek próbára engem. De nagy dolog. Soha nem lesz kevesebb. Ezt magamnak is mondom, én is sokáig egyedül lehet, és hajlamos voltam ilyen értelemben. És talán ott mellem egy hozzám élő társad, ezt kiigazította. Ha adunk, nem lesz kevesebb.
az Úrnak és fele barátnak, ez ugye ebben az értelemben is így értelmezhető. Legyetek Isten követői a gyakorlatban. A másik emberrel való viszonyban, az Istennel való viszonyban természetesen, és a gyakorlat életben. Éljük úgy, hogy figyeljünk rá. Hittanosoknak szoktam elmondani, a Bibliában mindenre van válasz. Attól, hogy te nem ismered, attól még mindenre van válasz. Az élet minden területén megvan a válasz. Nem tudom, nekünk nem kell bibliai éve, mert magunkat biblikus gyülekezetnek tartjuk, de szükséges. Benne van minden. Akkor kérdeztek a gyerekek a tetoválást. Divat most? Benne van a Bibliában. Tényleg? Hát igen. Megmondom, hogy a pogányok csinálják. Visszataszít az Istennek. Bármennyi már népet csinálják. Csinálod? Szükséges. Aztán gyakorlati részéről is beszélgettünk. Aztán mondják, hát, nem úgy sem csinálni, majd megcsináljuk. Gondolják magukban. Mindenre van. Az élet minden terület gyakorlati. Isten nem hagy bennünket pácban. Legyetek az én követőim, és Jézus ott van mellettünk. Sőt, bátorít, jöjjetek én hozzám mindannyian. Mert testvérek, meg lehet fáradni ám ebben a fajta lelkiparáznaságban, meg lehet fáradni a nyerészkedésben, belefárad az ember a sok számolgatásban, hogy ne fáradna be. Mindent számon tart. Hogy be lehet fáradni ebben a fajta értelmezésben, hogy mindegy, hogy mit mondok, mit csinálok, mert megtehetem, ez egy fárasztó, leterhelő. Ez teher az életben. És Jézus azt mondja, hogy ezt tegyétek le elé. És ha letettétek, akkor jöttek. Legyetek, azt mondja az ige, annak okáért követői az Istennek. Követői az Istennek. És ott van még mellette, mint szeretett gyermek. Szeret bennünket az Úr testvérek. És éppen azért akarja, hogy ezektől a dolgoktól megszabadítson minket Jézus Krisztus által, mert ő a szabadító. És ha valaki úgy érzi, hogy most szíven ütött az ige is, érzi, hogy az életében azért ezek előjönnek, akkor ő hozzá menjünk. Én nyugalmat és békességet adom. Nem úgy, hogy a világ. És ő megóv, megvéd és szabadít bennünket. Imádkozzunk. Uram, köszönjük hálás szívvel, hogy megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy te gyakorlati módon tanítasz bennünket. Olyan sokszor szeretnék csak elméletiek maradni. Megtanuljuk, hogy ki vagy, mit tettél és cselekedtél, és hogy távol van tőlünk mindaz, ami te magad vagy. Tégy minket készé és alkalmassá arra, hogy megértsük, meghalljuk és cselekedjük, amit te kívánsz az életünkben. Bocsáss meg, Urunk, a mi életünkben nem csak a fogyatkozásokat, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezek fogyatkozások, hanem bűneinket. Uram, mert szükségünk van a te megtisztító kegyelmedre. Köszönjük, hogy véredet ontottad érettünk. Azért a lelki paráznaságért, azért a gúnyolódásért, üres beszédért, amely oly sokszor elhagyja a szánkat, és oly sokszor megnyilvánul az életünkben. Köszönjük, Jézus, hogy te vagy, aki itt vagy velünk minden napon a világ végezetéig, a te ígéreted szerint. Légy ennek a gyülekezetek őriző pásztorát, meg a gyülekezet lelki vezetőjét, pásztorát, a lelkészi családjával együtt, szolgálattevőket, azokat, akik felelősséget éreznek Isten országáért, adj a szolgálathoz erőt is, Uram, buzgóságot a reformátusoknak, hogy minél többen hallgassák az igét, mert az tisztít, erősít, bátorít, és a te beszéded az. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindenki kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Adakozásra hív, bátorít bennünket az Úr, az igében azt mondja, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Meg szeretném ragadni itt a figyelmet, mert lehet hallani, nem kell kiabálnom, hogy köszöntsem a elsősorban tiszteltes urat családjával együtt, régóta ismerjük egymást, 2000-2001, nem tudom pontosan, de talán jobban tudod, és a gyülekezet tagjait. Éppen azon gondolkoztam, mikor álltam itt utoljára, de mondom is a tiszteltes úrnak viccesen, hogy 40 év felett az ember nem biztos, hogy jól emlékszik a dolgokra, de ezt kellene. De örülök, és azoknak a falunapokra határozottan jó kedvel és örömmel emlékszem, itt van a egykori polgármester úr, Pali, üdvözlöm őt is, kedves feleségével, amikor ökumenikus alkalmakkal kezdődött egy falunap. Templomban teszem hozzá, tehát olyan hálá volt, én úgy vártam az évben azokat az alkalmakat, együtt lehetünk, hallgathatjuk az evangéliumot, tényleg megteltek ezek a padok. Jó volt akkor eljönni egy falunapra, megmondom őszintén. Most már egyéb elfoglaltságai miatt az ember nehezebben tud eljutni bárhová is, de örömmel jöttünk el. És öröm az is, hogy egy rövid idő alatt azért sikerült egy kis gyülekezetnyi csoporttal, testvérekkel eljönni, akik szintén szerettek és vágyakoztak azután, a vendégszervezet után, amelyet itt lehet megtapasztalni igazából. Megmondom őszintén. Tehát ez mindig örömmel töltött el 2000-es évektől gyakorlatilag, hogy itt lehettem, és itt töltöttem egy időket. Gondok úr nem tudott velünk tartani, mert sajnos egy betegsége révén neki folyamatosan zsibar a lába, és alig bír járni szegény, és imádkozunk érette, de nagyon sajnáltam, hogy nem tudott itt lenni, és eljött a testvérek közé. És örömünket egy meglepetéssel is szeretnénk alátámasztani, kicsit már magyar tanulmú fog beszélni. Nevezetesen, ahogy bejöttük a gyülekezetembe, a tiszteltes úr mutatta a képeket, hogy azok akkor készültek, az onnan van, az amonnan van, és szinte az úr előkészítette, hogy akkor most azt a falat egy kicsit szeretnénk gazdaggá tenni, meggazdagítani a gyülekezetbe is. Magyi néni, aki itt van közöttünk, a testvére, a kerek templomról, amíg mutatnám mindenkinek, megköszönjük. Igen, köszönjük szépen. Ez a kerek templomot ábrázolja, ismerik a testvérek. Sok turista jön el hozzánk, ma este egy ilyen forgatócsoport is jönne, nem tudom, hazaérnek addigra. Mindig vannak ilyen az építéssel kapcsolatos. De jobb is, hogy nincs becsomagolva, lehet látni, legalább kibontani. Ezek ilyen férfias dolgok, és köszönjük magyar testvérének a szolgálatát ebben az értelemben. Isten áldjon meg benneteket ezzel a csekélységgel. Jó, és majd a gyülekezetterembe. Gondolom, ott vannak a bibliórák, igaz? És akkor aki bibliórára megy, meg megnézheti a képet. Jó? Tehát ez egy fél évben ilyen atak volt a testvérek ellen, tehát aki közelebb akar jönni, ez bibliórát megteheti, az alkalmakat és testes úr. És hát köszönjük a meghívást. Most az éven nem tudtatok eljönni Bódis Miklós szolgálatára, a videó felvétel megvan, a stúdió minőségben, most már talán a YouTube-on is fenn van, úgyhogy meg lehet tekinteni. Örülünk neki, és Isten áldja a testvéreket, és még egyszer örülök, hogy itt lettem, és hogy szolgáltam viszont nélkül. Számomra ez felemelő volt ebben az értelemben, és köszönöm, hogy itt lehettünk. Hát, köszönjük ezt a csodálatos képet. De Attila testvére az, ami elhangzott, nagyon szíven talált engem is, mert valójában nekem is napról napra tanulnom kell azt a hétköznapokban is palás nélkül, hogy mit jelent az Jézus követőinek lenni. És valójában köszönjük ezt a lelki